rendező, annyit érdemes tudni, hogy most már lehet mondani, hogy több mint 40 éve rendeződik meg Debrecenben ez a fesztivál. Először regionális fesztiválként, aztán nemzetközi fesztivál lett belőle, hála jó Istennek. Ez a mostani kifejezetten egy jubilami 20. fesztivál. Ami nagy érdekesség a dolognak az, és mondhatom azt, hogy egy nagyon pozitív jellege, hogy 5 külföldi zenekar vesz részt a fesztiválon, 3 magyar, tehát mondhatni azt, hogy 8 zenekarról fogunk most a fesztiválon szerepelni, több mint 300 résztvevő. Én azt gondolom, hogy ez méltó a 20. fesztivál jellegéhez. Nagy öröm számunkra, hogy első alkalommal itt lehetünk Debrecenben a Brass Dance együttessel. Tényleg nem csak kotávja mögött eljátszunk a számokat, hanem ott esetben megyünk a közönség közé, tehát most is sok helyszínen, vagy 7 helyszínen fog megjelenni a csapat itt a belvárosban, sőt még azon túlmenően a kertvárosi részben, illetve a nagy erdőbe is kilátogatunk. Én azt gondolom, hogy minden egyes fesztivál nemzetközi jelleggel bír, mindig vannak meglepetések. Ez leginkább majd szombaton fog kikristályosodni az egyéni szakalaki bemutatókon, ami katonásra hívjuk, egyébként ez gyep show, így köznyelven szólva. Abban mindig vannak különböző zenei gegek, olyan mozdulatsorok, olyan zenei megoldások, amik szerintem a közönséget mindig el fogják kápráztatni. Zenészek bárhol vannak a világon, összetalálkoznak, egyből az ennyi nyelvén, egyből megértik egymást. Teljesen minden nációhoz tartozik, egyből. Itt is gyakorlatilag az első próba pillanatától kezdve szinte azonnal közös volt a hang, azonnal mindenki tudta, hogy mit kell játszani. Mindenféleképpen szeretnénk, ha ez a rendezvény, mint ahogy már az elmúlt 40 év is erre a tanúbizonyság megmaradna. Én azt gondolom, hogy Debrecenváros a Magyar Honvédség kapcsolata az nagyon jó. Ennek következtében a város ezt a rendezvényt nagyon a sajátjának tekinti, mi szintén, hiszen ez az országban az egyetlen, ami nemzetközi katonazenekari fesztivál. Én úgy gondolom, hogy ennek helye és szerepe van a magyar kulturális életben.